Ezt a pályázatot minden esztendőben egy alkalommal írja ki a Paksi Képviselőtestület Közbiztonság, Ifjúság, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottsága. 2013 tavaszán már megtörtént a kiírás és elbírálás, azonban két pályázó mégsem tud élni a támogatással. Egyik külföldre távozott, külföldön kapott munkalehetőséget ez miatt, a másik pedig más jellegű problémák miatt nem tudja igénybe venni, így ez a pénz, gyakorlatilag ezt a pénzt nem tudják felvenni, nem tudják igénybe venni, és ezt a pénzt szeretnénk most olyanoknak elbírálni és odaítélni, akiknek szükségük van rá és fel tudják használni. A visszalépések miatt vált lehetővé az újabb pályázati kiírás. A támogatást azok kérhetik, akik 35 évnél fiatalabbak és képzettségüknek megfelelő munkakörben már dolgoznak, vagy a közeljövőben helyezkednek el Pakson. A sikeres pályázók lakás, családi ház vásárlására vagy építésére nyerhetnek támogatást a rendelkezésre álló keretből. 1.200.000 forint lesz most, úgy néz ki a pénzmaradvány, és gyakorlatilag ez 750.000 forint maximum, ami egy pályázónak adható, de természetesen ez függ majd, hogy hányan adják be a pályázatot, megpróbáljuk úgy elosztani majd, hogy aki megfelel a követelményeknek, hogy tudjon belőle részesülni. A pályázat benyújtásának módjáról, a tartalmi formai előírásokról, a döntés folyamatáról, a nyertes pályázók vállalásáról minden információ megtalálható a részletes kiírásban, amelyet a paks.hu oldalra feltöltöttek. A pályázat benyújtásának határideje személyesen 2013. december 13-án 12 óra, postán elsőbségi küldeményként feladva december 13-ai bélyegző.